Már működnek a fertőtlenítő és tájékoztató pontok. Az önkormányzat abból a célból állította fel az adventi vásárokon használt faházakat, hogy a járókelőknek a koronavírus járványra való tekintettel ügyeik intézése közben módjuk és lehetőségük legyen készfertőtlenítésre. Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, már egy hete kihelyezték a bódékat, de csak mostanra sikerült beszerezniük a készfertőtlenítőket. A készítmények 3 napra lesznek elegendők a 13 fertőtlenítőpontra. Igyekeznek a higiénés szereket folyamatosan pótolni. A városvezető kiemelte, ezek nem ellátó és elosztó központok. Egyúttal kéri az egrieket, hogyha tehetik, inkább maradjanak otthon, vegyék komolyan a helyzetet. Hozzátette, a fertőtlenítő és tájékoztató pontokon az egri sportklubok játékosai végeznek önkéntes szolgálatot, akiknek köszönetét fejezte ki. Természetesen várjuk az önkormányzati képviselőket is pártállástól függetlenül. Én azt gondolom, hogy most annak az ideje van, hogy jó példát mutassunk, illetve energiát nem sajnálva hívjuk föl mindenki figyelmét arra, hogy most senkinek sincs helye az utcákon, csak azoknak, akiknek tényleg szükségességből akár munkahelyre, akár gyógyszertárba, vagy bármi más elintézni való ügyben kell kijönnie. Akik viszont kijönnek az utcára, őket arra bátorítjuk, hogy ha nincs más lehetőségük, akkor éljenek ezekkel a fertőtlenítő pontokkal. A CETEF Eger és az Egri Vízmű férfi vízipólósai, az Eger Ese labdarúgói, az SBS Eger férfi és az Eszterházi SC női kézilabdázói ajánlották fel szolgálataikat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megelőzzük a járványt, hiszen ez számunkra is nagyon fontos, hiszen áll a bajnokság, és szeretnénk minél hamarabb visszatérni a pályára. De alapvetően, ahol tudunk, segítünk, és hát a feladat az az lesz, hogy a nem otthon maradóknak a kezeit fertőtlenítsük, illetve olyan tájékoztatást adjunk nekik, amit polgármester úr már többször is elmondott. Bízunk benne, hogy minél hamarabb elmegy innen ez a járvány, hiszen áll az egész élet, és mi nem ehhez vagyunk hozzászokva. A faházakat naponta 2-szer fertőtlenítik majd. A pontok a tervek szerint reggel 7 órától 11 óráig, illetve délután 2 órától este 6 óráig tartanak nyitva. Részletes tájékoztatókat is kihelyeztek a faházak oldalára. Ezeken a népegészségügyi ajánlásokon túl a mindennapokhoz szükséges információk is megtalálhatóak, köztük az önkormányzat intézkedései. Várják a tájékoztató pontokra az önkéntesek jelentkezését. A segíteni szándékozók ezt telefonon az önkormányzat titkárságán, illetve a hivatali zöld számokon tehetik meg.